Kedves nézőink, a Szerencsi Híradó második nyári összeállítását látják. Köszöntöm Önöket, Kuti Kuruc Hajnalka vagyok. Az elkövetkezendő időszakban Szerencs város önkormányzatának megbízásából a Globo Televízió készíti a város életéről szóló heti közéleti magazint, amely minden szombaton 17 órakor kerül adásba. Nézőink az idei esztendő első felében 26 alkalommal láthatták riportjainkat, híreinket, tudósításainkat Szerencs városából. A Szerencsi Híradó mai adásában április, május, június hónapokra tekintünk vissza, felidézve a 2021-es esztendő első felében történt legfontosabb eseményeket. Szerkesztőségünk munkatársai nevében köszönöm, hogy minket választottak, és megtiszteltek bennünket figyelmükkel, amelyre a jövőben is számítunk. Új nőgyógyászati ultrahangot sikerült beszereznie a Szerencsi Eszeinek. Ennek köszönhetően pedig a nőgyógyászatra érkezőknek, akik szűrési vizsgálaton vagy terhes gondozásban vesznek részt, nem kell elutazniuk Miskolcra, hiszen ez a gép már minden technikai újításnak megfelel. Magyarország kormányának 2019. december 30-ai kormánydöntése alapján a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók a gazdasági egyensúlyuk javítása érdekében támogatta azokat az intézményeket, amelyek a rájuk kiszabott volumen korlát keretét meghaladta a 2018. november 1 és 2019. július 31 között. Ez alapján a Szántói Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet 85,5 millió forintos támogatásban részesült. Ebből a támogatásból többek között új eszközöket vásároltak meg. Most egy újabb fejlesztésnek köszönhetően sikerült a nőgyógyászatra ultrahang készüléket és az ehhez megfelelő ágyat beszerezni, ami a mai modern kornak teljesen megfelel. Ha visszanézünk, pontosan egy éve kezdődött, vagy bő egy éve kezdődött a járvány. Gyakorlatilag itt rendeléseket kihagyni nem nagyon kellett, volt egy olyan időszak, amikor korlátozva volt, de gyakorlatilag szinte fennakadás nélkül működött a rendszer. Most pedig ismételten azt kell mondjanom, hogy jó gazdálkodásnak az eredményeképpen ismételten egy fejlesztés előtt, vagy mögött, vagy mellett állunk, mert nem előtte, mert ugye itt a háttérben látszik egy nőgyógyászati ultrahang, és mellette egy modern vizsgálathoz szükséges készség, asztal, ágy, ami minden irányba dönthető. A jelenleg is tartó pandémiás időszakban a kormány döntése alapján a megyében található összes egészségügyi központ megyei felügyelet alá tartozik, így ha szükséges, akkor egy közös irányításban vesz részt a Szerencsi Rendelőintézet is. Abban az esetben viszont, hogyha rendkívüli helyzet van, már pedig most a pandémia miatt rendkívüli helyzet van, önnekik egységesen kell látniuk azt, hogy minden területen, az egész megyében, hol milyen ellátás van, mennyi szakorvos van, szakember van. Tehát azt gondolom, hogy mint egy háborús helyzet sajnos, hát ha szükséges, hogy besegítsünk egymásnak, vagy mint volt már rá példa, ugye, hogy szakembert ugye átcsoportosítottak vidékről a megyei kórházba, természetesen ezután is ugye, ez szóba jöhet és rendelkezésre állunk. Tehát tulajdonképpen egy közös irányítás, egy közös szemlélet révén ennek vagyunk a részei, tehát az egész megye. Úgyhogy mi ezt természetesnek tekintjük, és nyilván, hát amikor szükséges, akkor rendelkezésre fogunk állni. Az elmúlt években való fejlesztéseknek és a mostaninak köszönhetően, aki nőgyógyászati vizsgálatra érkezik vagy terhes gondozásban vesz részt, az a mai modern megfelelő gépekkel és szakemberekkel találkozhat, így csak indokolt esetben kell elutazniuk Miskolcra ezekre a vizsgálatokra. Hát feltétlenül, hiszen helyben megoldódik sok vizsgálat, és ugye minden szakrendelésben igyekszünk a legújabb technikai színvonalat biztosítani. Most jutottunk el odáig, hogy a nőgyászatra is egy új, modern ultrahangkészüléket tudtunk, és vizsgálóágyat is azért szerezni, mert az egy 30 évvel ezelőtti vizsgálóágy, azért már ezt többen is szóvá tették, tehát azt gondolom, hogy most értük el azt a szintet, ami függetlenül a járványtól, hát azért más betegek is vannak, tehát mindenkivel foglalkoznunk kell.
Úgyhogy most felhoztuk olyan technikai szintre ez a szakrendelést, ami megfelel bárod az országban. Annyit még hozzáteszek, hogy olyan szakembereink és akkorvosaink vannak, akiket nagyon jól tudják kezelni és értékelni. Tehát nem szükséges mondjuk egy terhes nőnek most már Miskolcra menni, akár a genetikai vizsgálatra, hiszen ez a gép már olyan felbontó képességű, hogy a magzatról is ugye, olyan képet tud biztosítani, és a szakembereink tudják értékelni, hogy itt helyben minden olyan technikai feltétel adott most már, ami mondjuk Miskolcon. Március 1-től új jogszabály lépett életbe az egészségügyben dolgozóknak, ami a Szerencsi Intézetet nem érintette nagy mértékben. Azonban a nőgyógyászaton igen, mivel az eddig itt dolgozó orvos nem tudta elvállalni a feladatát. Voltak, hiszen nem az, hogy nem vállalták, kénytelenek voltak lemondani, pont egyébként a nőgyászaton is, hiszen eddig a Sátorvegyi Kórházból járt át több nőgyász kollega, de az új munkaszervezés kapcsán nem tudták már vállalni, úgyhogy ők nem is tudtak jönni. De hál' Istennek jött utánpótlás nekünk Miskolcról, és a jelenlegi szakorvosaink is el tudják így látni a feladatot. Ennek a gépnek a helyiek, valamint a környező településeken élő nők örülhetnek, hiszen ez már megfelel minden technikai újításnak, ami ma már elvárható. Ez az új készülék, amit az intézet megvásárolt a szakrendelő részére, tehát a nőgyógyászati szakrendelés részére, ez a Philips cégnek egy kifejezetten nőgyógyászati és kardiológiai célra kidolgozott ultrahang családja, ez az Affinity ultrahang család, amivel a magzat megfigyelését, a magzat képi diagnosztikáját, illetőleg az áramlási viszonyokat is meg tudjuk nézni, vizsgálni rajta, ami nagyon fontos a késői terhesség során, amikor úgynevezett magzati flowmetriát tudunk nézni. Magzati szívvizsgálatra is alkalm lenne, de arra pillanatnyilag nincs szakember. Itt legalábbis szerencsén az országban is talán egy kezemen meg tudom számolni, hogy hol van ilyen rendelés, de oda el tudjuk irányítani azt a nagyon-nagyon kevés beteget, aki erre rászorul. Egyébként a szülészetben, nőgyógyászatban ezzel a készülékkel mindenféle vizsgálatot el tudunk végezni. Ezzel az eszközzel több különböző olyan vizsgálatot is el lehet végezni, ami a szűrésre vagy a várandós kismamáknak megfelelő. Ezzel meg lehet határozni, nőgyógyászati szűrésnél föl lehet fedezni különböző elváltozásokat, cisztákat, daganatokat, meg lehet egész pontosan mérni a ményálkvártyának a vastagságát, meg lehet nézni annak is az áramlását, ami esetleg felhívja a rosszindulatú elváltozásra a figyelmet. A terhes vonatkozásban nagyon korán meg lehet vele a terhességet állapítani, már 2-3 mm-es magzatnál magzati szívhangot tudunk látni és hallani a készülék segítségével, illetőleg a szűrővizsgálatokat precízen, pontosan meg tudjuk csinálni vele. A későbbi, a terhességi ultrahangokat, bármikor a terhesség nagyságát, az esetleges rendellenességeket, problémákat ki tudjuk szűrni, a terhesség vége felé pedig a magzat keringési viszonyait, a magzat áramlását, vérellátását, ennek problémáit föl lehet tárni vele. Ennek a fejlesztésnek köszönhetően a rendelőintézetbe érkezőket a mai modern kornak megfelelő készülékek, felszerelések és felkészült szakemberek várják. Több szerencsén működő munkahelyi közösség csatlakozott a Jeruzsálem a kihíváshoz. Elsőként a Szerencsi Orvosi Ügyelet kollektívája táncolta el a megálmodott koreográfiájukat, jelentkezett, hogy megmutassa azt, hogy nehéz időkben is összetartanak. Csatlakozott szerencsén elsőként az Orvosi Ügyelet kollektívája, akik nagy örömmel és természetesen a járványügyi szabályok betartásával készültek a vidám zenés táncos programra. Több hónappal ezelőtt láttam én is a közösségi oldalon ezt a videoklipet, hogy egy afrikai együttesnek a számára többen megmozdultak. Igazi mondani valójuk nekik az volt, hogy bemutatni az afrikaiak egyszerűségét, és hogy még a világjárvány idején is az élet szép. Ez volt az ő mondani valójuk.
És egyre többen láttam már az utóbbi pár hónapban, hogy már Magyarországon is elterjedt ez a videóklip, hogy több közösség, munkahely, sőt egészségügyi intézmények szintén bekapcsolódtak ebbe a felhívásba. Természetesen a maguk mondani valójával, hogy a világjárvány idején az egészségügyi dolgozók is ott vannak, de nem csak az egészségügyi dolgozók, mert igenis a más munkahelyek, tehát akár boltosok, eladók, tűzoltók, rendőrök, mentősök, igen, megvisel mindenkit ez a világjárvány, és gondolkodtam én is, hogy olyan jó lenne nálunk is megszervezni, de valóban féltem, hogy azért biztos, hogy találkozunk olyanokkal, akik mondják, hogy pont most kell lesz, pont most ennek van itt az ideje. És több megkereséssel találkoztam, tehát a közösségi oldalon ismerősök írtak rám, hogy nem szervezzük meg Szerencsen, nem szervezünk ilyen táncot, és akkor egyszer csak láttam, hogy a Batesda gyerekkórház szintén felrakott egy videóklipet, és az volt az utolsó csepp, hogy ha már egy Batesda kórház megcsinálja a dolgozóival, mert a dolgozók is kérik, hogy igenis táncoljunk, és mutassuk meg ezt, hogy világjárvány idején tudunk egy kicsit boldogok lenni, természetesen járványügyi szabályokat betartva. Mondtam, hogy jó, akkor megpróbáljuk. A Szerencsi Orvosi Ügyelet dolgozói több videót is megnéztek, azonban a koreográfia elkészítéséhez segítségül hívták Kovács Anna Mária Cini táncpedagógust, aki segített az egészségügyi dolgozóknak a felkészülésben. És a kolléganők nagyon-nagyon lelkesek voltak, és ott láttam igazán, hogy tényleg mindenki úgy bezárkozik, tehát ugye ez a Covid, ez nem csak a testet, a lelket is megbetegítés, igenis szükség van arra, hogy egy kicsit mindenki már vágyódik kifelé, vágyódik a társaságra, tehát az ember társas lény, és igenis arra vágyik, hogy közösségben legyen. A Szerencsi Orvosi Ügyelet dolgozóinak felhívására több munkahelyi közösség is jelezte a városból, hogy szeretnék ők is a saját koreográfiájukat eltáncolni. Ezek a kihívások azért is fontosak, hiszen egy ilyen vidám kis megmozdulás nagyon jól összekovácsolja a munkahelyi közösségeket, még ebben a nehéz járványhelyzetben is. 100 millió forintból újul meg a közeljövőben az úgynevezett ZAB épület Szerencsen. 8 lakásból álló társasházat alakítanak ki az épületben pályázati forrásból, miután megtörtént a közbeszerzési pályázat nyertes vállalkozásának a kiválasztása. Az elkészült lakásokba 18 és 35 év közötti fiatalok költözhetnek be meghatározott időre. A Zemplén Abaúj Gázszolgáltató RT székhelye Szerencsen a Rákóczi út és a Magyar utca kereszteződésében volt, amely a megszűnés után beolvadt a Tigáz ZRT-be. Az utóbbi gázszolgáltató Szerencsi irodája az egykori épületet hátrahagyva átköltözött a Huszárvár utca és a Jókai utca kereszteződésében található házba. Azóta az ABI épület üresen állt. Az önkormányzatok folyamatosan funkciót kerestek neki, legutóbb a TISZK, vagyis a Térségi Integrált Szakképző Központ székhelyeként akarták működtetni. Ebből azóta sem lett semmi, üresen áll a háromszintes épület. A jelenlegi önkormányzat folyamatosan kereste azokat a pályázati lehetőségeket, amelyeknek segítségével felújíthatják az ingatlant. 8 lakásból álló társasházat alakítanak majd ki az épületben pályázati forrásból, miután megtörtént a közbeszerzési eljáráson a nyertes vállalkozás kiválasztása. Az elkészült lakásokba 18 és 35 év közötti fiatalok költözhetnek be meghatározott időre. Ez a pályáztatási eljárás az elmúlt hetekben, vagy mondhatom azt, hogy hónapokban folytatódott, de már többször találkoztunk a bürokráciával, és sajnos ez a pályázat eredménytelen volt, és ismételten ki fogjuk pár napon belül írni, mindaddig még egy szabályos kiválasztás nem történik a kivitelező tekintetében. Valóban itt több lakás kerül majd kialakításra, az épület megújul, de talán annyit elmondhatok, mint mindenütt, ugye a építőanyag árak emelkedésével és az idő teltével mindenütt egyre nehezebb elérkezni oda, hogy a meglévő pénzből úgy is nézzen ki, mint ami elvárható kívülről és a belülről is, de hát ezen dolgozunk, hogy ez megtörténjen.
Szintenként két-két lakást készít majd el a kivitelező a meglévő helységek elbontásával. A pályázati forrásból az ingatlanhoz nélkülözhetetlen konyhai eszközöket, felszereléseket, háztartási kis és nagy gépeket, bútorokat, szőnyegeket, valamint elektronikai berendezéseket is meg kell vásárolni azért, hogy a fiatalok megvalósítás után anyagi ráfordítás nélkül be tudjanak költözni. Szerencsváros önkormányzata várja a helyi vagy az ország bármely területéről a vállalkozókat, akik elkészítenék az ABI épület felújítását. Az utóbbi időkben egyre több helyen lehettek a város lakói szemtanúi annak, hogy ismeretlenek egyes dolgokat megrongálnak, szemetelnek, üvegeket törnek szét közterületeken, vagy éppen a fenyvesben. A mezőőr munkába állásával és a véletlenszerű ellenőrzésekkel remélik, hogy visszaszorul az illegális hulladék lerakás a városban. Az elmúlt időszakban az egykori bánya felé sétálók, túrázók arra lehettek figyelmesek, hogy egyre több illegális szemét, építési törmelék, gumiabroncs került lerakásra a természetbe. Annak ellenére, hogy a hulladék udvarokban meghatározott mennyiséget ezekből térítésmentesen lakcímkártyával le lehet adni. Gondolnunk kellene a felnövekvő generációk életére is, hiszen a földünket csak kölcsönbe kaptuk. A környezetet a külterületi ingatlan és szőlő ültetvények tulajdonosai a mezőőri szolgálat bevezetésével egy kicsit megkönnyebbülhetnek. Május 1-én Bukowski Péter, mint mezőőr munkába állt, akivel a nap bármely szakában találkozhatunk a város külterületein. Nekem igazániból szerencsés környékének a külterületi részeinek ellenőrzése lesz a munkám. Igazándiból preventív módon kell a szemetelést és az illegális hulladék lerakást megelőznem. Valóban az utóbbi időszakban nagyon-nagyon megemelkedett a illegális hulladék lerakás itt Szerencs környékén. Igazándiból okot nem tudok rá, hisz, hogyha jól tudom, Szerencs városa átvesz egy bizonyos mennyiséget a szerencsi lakcímkártyával rendelkezőktől, így nem tudom, hogy miért könnyebb ide kihozni a lakosoknak, mint leadni a hivatalos úton. Sajnos mindent fel lehet leállni, olyan dolgokat is, amik több millió év alatt tudnak csak lebomlani, és ez itt a legnagyobb probléma. A volt szeméttelep területén és az Aranka tetői kilátóra vezető út mellett gyakran az arra kirándulók mindig egy újabb kupac ott felejtett szemetet fedezhetnek fel, amelynek illegális elhelyezőjét fogja tetten érni az újonnan munkába állt mezőőr. Az ellenőrzések változó időpontokban és helyeken lesznek. Igazándiból minden hétre van új törmelék és új szemét, mostantól reméljük, hogy ez nem így lesz. Alapvetőleg a meglepetés erejével kell dolgoznom, tudni illik Szerencsnek hatalmas nagy a külterülete, ugyebár egészen Taktaszadamonok, Ontfelet Rátkáig elér, szóval nem csak a fenyvesből áll, mint sokan gondolják. Igazándiból, hogyha tettenérést észlelek, akkor a hivatalos szervet, a rendőrséget kell hívnom is, és közösen visszük végre az intézkedést. Természetesen ez is a feladatkörömhez tartozik, nem csak a városét, hanem mi az összes gazda megtermett gyümölcsét védenem kell és őriznem kell. Továbbá szeretném felhívni a figyelmet a kutyasétáltatókra, hogy hivatalosan csak pórázzal lehet. Ha esetleg látok olyan kutyasétáltató személyt, aki póráz nélkül sétáltat, fel fogom szólítani első körön, hogy legközelebb figyeljen oda is, és kösse pórázra a kutyáját, hisz nagyon nagy gazdasági vadászatban gazdasági problémákat tud okozni. A városvezetés reméli, hogy a mezőőr munkába állásával csökken majd az illegális hulladék lerakás a város külterületein. A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. Kertészeti dolgozói az idei évre 60-70 ezer fő egynyári virágot szaporítottak magról, valamint 10 ezer tő balkonnövényt helyeznek ki Szerencs frekventált közterületeire. Az idén a virágosítás egy kicsit elhúzódik, hiszen a csapadékos időjárás miatt nem tudnak a dolgozók az ágyásokba ültetni. Szerencsén a körforgalmi csomópontokat, a Rákóczi utca virágágyásait, a városi tanúszoda előtti részt, az emlékhelyek környékét egynyári virágokkal ültetik be hosszú évek óta. Ez idén sem lesz másképpen, hiszen a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. Kertészeti dolgozói egynyári növényekkel ültetik be a város kiemelt területeit. A téli, kora-tavaszi időszakban magról ültetik ezeket a látszárú növényeket, majd az üvegházban nevelgetik addig, ami ki nem helyezik azokat a közterületekre. Nagy részében egynyári virágokkal foglalkozunk, amit magról
vetünk. Ezek közel olyan 60 000-70 000 tővirágot állítunk elő magról, illetve 10 000 tő balkon, muskátlé, mondjuk muskátlé nagy részében, bár a balkon növények és egynyári palántákat is rendeltünk, amit nehéz magról előállítani. A muskátlikat viszont nagy részében hajtásdugványról szaporítunk, amit ősszel az oszlopokról behozunk teletetésre, tehát azokról mi folyamatosan tudjuk előállítani a következő évre való muskátlit, tehát így hajtásdugványról. Az idén egy újítással is találkozhatnak azok a helyiek Szerencs frekventált közterületein, akik figyelemmel közlekednek. Ha beválik az új növény, akkor jövőre több is kerül belőle a város főutcájára. Tehát a napraforgó, a dísznapraforgó az, amivel most az éven próbálkoztunk, tehát ezt magról ültettük. Hát meglátjuk az eredményét, tehát egész nyáron virít, és ha besikerül, akkor szeretnék jövőre ugye még többet rendelni belőle. Hál' Istennek magvetése sikerült, tehát tényleg gyönyörűen látható, hogy kifejlődött. Úgyhogy legjobbakat reméljük a következő évtől. Tehát újításba igazából ezt hoztuk most be. A hirtelen jött esőzések átírták az ültetés forgatókönyvét, azonban a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. Kertészeti vezetője úgy tervezi, hogy legkésőbb június elejére elkészülnek a virágosítással Szerencsen. Hozzátette, hogy ha szép hosszú őszünk lesz, akkor akár október végéig vagy november elejéig is gyönyörködhetünk a szépen megművelt és egynyári virágokkal beültetett részeknek. A Szerencsi Bocska István Katolikus Gimnázium és Technikuma tanórán kívüli foglalkozások lehetősége egy évvel ezelőtt a Premier Alapfokú Művészeti Iskola kínálatával tovább bővült. A középiskolások 4 művészeti ág, a tánc, a zene, a képző és a színművészet közül választhatnak, hogy minél jobban ki tudják fejezni önmagukat. A Szerencsi Bocska István Katolikus Gimnázium és Technikuma mindig is híres volt arról, hogy a közismereti tantárgyak magas szintű elsajátítása és oktatása mellett a diákok önkifejezésére is nagy hangsúlyt fektettek. Tavaly tovább bővült a tanórán kívüli tehetséggondozó tevékenységek sora az intézményben a Premier Alapfokú Művészeti Iskola által felkínált tanszakokkal. A középiskolások 4 művészeti ág, a tánc, a zene, a képző és a színművészet közül választhatnak. A tanulók a hagyományos módon értelmezett osztályokba szerveződnek, és ezek az osztályközösségek egyben művészeti alkotócsoportként is működnek. Kiemelt feladataik közé tartozik a tehetséges növendékek minél korábbi felismerése és gondozása. Mondhatjuk, hogy a művészet az mindig felemeli a gyerekeket, annál is inkább, mert tudjuk, hogy ebben az időszakban azért elég nehéz időszakon mentünk keresztül, de annak ellenére, hogy ez az első évünk a Bocska István Gimnáziumban, és a Covid időszak alatt már hozták a táncosaink az eredményeket. Éppen most szombaton az MLTS-en nyertek első helyezést, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy ilyen, hogy klasszikusokat idézzük, ez egy nagyszerű barátságnak a kezdete lehet. Egy nagyon újszerű és innovatív kezdeményezésünk a Premier Popsuli, amit Szerencsen is és több telephelyünkön is próbálunk megvalósítani, aminek az a lényege, hogy a diákok már egészen kezdő szinten viszonylag fiatal kortól egy zenekarban összeülnek és közösen zenélnek. Talán említetted a terápiát, mint olyan gyakorlatilag ez maga a terápia, ahol a diákok a közösségben vannak, nem csak a zenével kapcsolatos képességeket és készségeket tudjuk nekik megtanítani, hanem a társas kapcsolatokat is tudjuk köztük fejleszteni. A Premier Popsuli 2019-ben alakult elsősorban azért, hogy a tehetséges gyerekeknek olyan lehetőséget nyújtson, amely máshol nem elérhető, vagyis teljesen egyedi. Ennek az a lényege, hogy személyre szabott oktatási módszerekkel, tananyagokkal nem csupán zenei képzés, hanem olyan komplex oktatási forma, amelyben a diákok széleskörű tudásra tesznek szert, a zenei programok használatán, a színpadi fellépési technikákon túl, a társas kapcsolatok, nyelvi készségek terén is. Mindig is úgy tartottam, meg nagyon sokan úgy tartják, hogy ha a zenekarban játszol, akkor ott tanulsz meg igazán zenélni.
hiszen ott azért több mindent össze tudsz foglalni a zenével. Ugye az együttműködést, a másikra való figyelést, a közös zenélést, és ez mindig jobban-jobban fejleszti a gyerekeket, illetve azt, aki zenélni tanul. És a popsulinek is végül is ez lenne a lényege, és ez is a lényege, hogy arra próbáljuk a gyerekeket ösztönözni, hogy zenekarban játszanak, csapatban játszanak, és ez is motiválja őket ahhoz, hogy minél többen zenét tanuljanak. Pontosan ez a lényege, az önálló saját zenekar, és itt a csapat már meg is kapta ezt a saját zenekart, amit itt elkezdtünk szeptember óta csinálni. Nagyon ügyesek a srácok, úgyhogy nagyon jól haladunk velük. Emellett viszont egy baráti társaságot, egy baráti csapatot is kapnak tőlünk, hiszen én sem úgy állok hozzájuk, mint egy tanár, hanem tényleg egy mentor inkább, így tudnám mondani. A Premier Művészeti Iskolában a képző és iparművészeti oktatás célja az esztétikai érzékenység kialakítása mellett a vizuális látás tudatosítása és művelése. Ezek a foglalkozások alkalmat adnak a képző és iparművészeti tevékenység iránt érdeklődő tanulók képességeinek fejlesztésére, a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzésére és gyakorlására is. Szerintem nagyon sokat segítettek. Főleg az, hogy minden héten más és más témában tudtunk alkotni. Ez a változatosság, ez kimozdított minket a komfortzónánkból, és ezáltal sokkal könnyebben és egyszerűbben tudtunk fejlődni. Illetve maga az is, hogy csoportosan voltunk, így egymásnak is tudtunk segíteni, hogyha bármiben elakadtunk, el tudtuk mondani a véleményünket a másik munkájáról, úgyhogy ez tényleg rengeteget segített. Itt a képzőben minden héten más és más tematikában alkotunk, ezeket is onnan hoztam, és ezek azok a munkák, amiket az egyetemi felvételimhez is felhasználtam, ugyanis rengeteg olyan alkotás született itt a gimnáziumban, amelyet úgy gondoltam, hogy tudják tükrözni azt, hogy szakmailag hol állok és mennyire felkészült vagyok. Számomra a beszéd nem mindig a legerősebb dolog, vagy hogy nem tudom abba kifejezni az érzéseimet, viszont rajzzal számomra sokkal könnyebb, meg terapeutikusabb. A tánc tanszak növendékei az elmúlt időszakban már sikeresen szerepeltek területi versenyen, ami azt is bizonyítja, hogy már egy esztendő alatt is szép eredményeket értek el a megmérettetéseken. Nekem nagyon fontos a mozgás, a sport, emellett a tánc is nagyon sok mindenre megtanít, úgyhogy ezért főleg. A csoportban 7 vagyunk, a jelentkezés igazából a csapatépítés, a csapat, az egésznek az érzése és az élmények miatt. Az eszközparkot, a hangszereket és az infrastruktúrát a képzések megvalósításához Szabó Zsófia, az intézmény igazgatójának háttérmunkája tette lehetővé. Szerencsén tervezik bevezetni a jelenlegi tanszakok mellé a népművészeti ágat is, a mézes kalács készítést, a bőrdíszművezést és a különböző hímzés technikákat, hogy a régi magyar hagyományok se vesszenek feledésbe. Szerencsén a Magyar utca alsó szakasza is hamarosan megújul, jelentette be Nyíri Tibor szerencsváros polgármestere. Az utca felső része egy pályázatnak köszönhetően már megújult, azonban az idén az alsó rész is elkészül. Felhívjuk nézőink figyelmét arra, hogy figyelmesen vezessenek, hiszen forgalmi rendváltozásra kell számítani. Folytatódnak a belterületi utak felújítási munkálatai Szerencsén. A Deák Ferenc és a Magyar utca felső szakaszának rendbetétele után a Magyar utca alsó szakasza is egy megerősített szerkezet és szegélyek kihelyezése után új aszfaltburkolatot kap. Jó hír, hogy aláírtuk a szerződést, hogy az alsó szakasz is le lesz aszfaltozva, meg fog újulni, megújulnak a kapubejárók. Az alsó szakasz elkészülte után felfestik a sárga kerékpáros jelzést az útburkolatra, így kötik össze majd a Szerencs-Ondi kerékpárutat a Mezőzomborival.
az idén nyár végére ennek meg kell valósulnia. Ez három kiegészítő elemből áll. Gyakorlatilag a felső szakasza elkészült a Magyar utcának. Itt a 37-es út és a Rákóczi út közötti úgynevezett alsó szakasz ráfestéssel összekötődik a hálózatosodik, így is mondhatnám szebb szóval, a Mezőzombor Dobókatica utca végéig elkészült kerékpárút gyakorlatilag összekötésre kerül, hiszen a vasúti átkelőig megvan, ugye a Rákóczi út, ha lefelé megyünk bal oldalán, a járda mellett a kerékpáros lehetőség, és gyakorlatilag a másik oldalától a vasúti átkelőnek lesz felfestéssel kialakítva a Dobókatica út, azaz a Zombori útnak a végéig a kerékpárutat összekötjük a meglévő Szerencs-Zombor közötti kerékpárutat így összekötjük. A tervek szerint a Magyar utca egyirányú lesz az Ondi út felől, a Városi tanúszadától halad majd az új forgalmi irány a 37-es számú főút irányába, ott pedig megszüntetik a Magyar Közút Nonprofit ZRT Borsod-Abaúj-Zemplén megyei igazgatóság dolgozói a kanyarodó sávot. Felhívjuk nézőink figyelmét arra, hogy figyelmesen vezessenek, hiszen forgalmi rendváltozásra kell számítani az útszakaszon. Tisztelt nézőink, a Szerencsi Híradó második nyári összeállítását látták, amelyben 2021. április, május, június hónapjaiban történt legfontosabb eseményeiből adtunk összefoglalót. Új műsorra legközelebb augusztus 14-én jelentkezünk. Kérem önöket, hogy a jövőben is tartsanak velünk. Viszontlátásra!